A megkérdezettek többsége szerint a szerbiai Topolyán felépült futballakadémiára költött 3 milliárd forintnak Magyarországon jobb helye lenne, és stadionépítés helyett inkább az egészségügyre kellene fordítani. Egyebek mellett ez derül ki az Euronews kérésére készült közvéleménykutatásból. A pulzus applikáción keresztül végzett felmérése szerint az emberek jelentős többsége 90 és fél százalék szerint nincs rendben, hogy a magyar kormány külföldi stadionépítéseket finanszíroz, és csak 3 százalék tartja ezt helyén valónak. A kutatásban résztvevők több mint 58%-a látja úgy, hogy a pénznek itthon jobb helye lenne, 26% szerint fontos a határon túli magyarok támogatása, de nem stadionépítéssel, és mindössze 4% szerint fontos és szükséges a beruházás. Több mint 78% véli úgy, hogy a 2010 és 2020 között stadionépítésre szánt 342 milliárd forintot másra kellene költeni. 15% szerint jó befektetésről van szó, de nem ilyen mértékben, 2% egyetért a beruházás módjával és mértékével. Ekkora összeget csupán a válaszadók másfél százalék a költene stadionok építésére. 62 százalék szerint a pénznek jobb helye lenne az egészségügyben, 13 százalék más infrastrukturális beruházásokra, 11 százalék oktatásra, 6 százalék pedig inkább szociális támogatásokra költené.